megújult környezetben. Egy pályázatnak köszönhetően korszerűbbé válhatott a Vasvári Pál utcai házi orvosi rendelő. Színházi világnap. Szombaton a színházi dolgozókat és a művészeket ünnepeljük. Zöld falat ültetnek. Közös munkával koronázza meg első évét a 10 millió fa bajai közössége. Kedves nézőink, március 26-án pénteken köszöntöm Önöket a Bajai Televízióban, ahol kezdődik a híradó. 42 millió forintból újulhatott meg a házi orvosi rendelő Baján a Vasvári utcában. A 100%-os uniós finanszírozású beruházás során az épület teljes körű felújításon esett át, valamint új eszközöket és berendezést is kapott a praxis. A komolyabb felszerelés mellett vizsgálólámpa, hangvilla, magasság és vizeletfajsúlymérő is került a rendelőbe, amelyek segítségével még hatékonyabb lehet a páciensek vizsgálata. Mára megújult rendelőben zajlik a betegellátás a Vasvári Pál utcában. A praxis nem hasonlít a régi állapotára, ugyanis három helyen a falat is lebontották az épületben. Így jöhetett létre a személyzeti helyiség és az orvos-beteg kapcsolati szoba, ahol jelenleg például a hasi vizsgálatokat is végzi dr. Ábrahám György. Az infrastruktúra is teljesen megújult, mindent kicseréltek, tájékoztatta stábunkat a házi orvos. A projekt keretein belül több mint 4 millió forint értékben eszközökhöz és további berendezésekhez is hozzájuthatott a rendelő. A jövőben többek között EKG-gépek, bokakarindex, pulzoximéter, teljes eszköztárral ellátott orvosi, sürgősségi és körzeti ápolónői táska segíti a hatékonyabb ellátást. Ez nagyon megkönnyíti a munkánkat, mert előzőleg, amikor még ezek a műszerek nem voltak, és nem rendelkeztünk ezekkel, akkor hát ugye be kellett a szakrendelésre utalnunk, mert ugyanis ezzel vizsgálva előfordulhat, hogy nem szükséges beküldeni, hanem mi ellátjuk a gyógyszerrel a beteget, és akkor megfigyeljük. Ezen felül további vizsgáló eszközökkel, valamint bútorokkal, kamerarendszerrel és kaputelefonnal gazdagodott a körzeti egészségügyi épület. A felújítás körülbelül 4 hónap alatt valósult meg, a műszaki átadás már megtörtént, de voltak még átalakítások, amelyek miatt vártak még azzal, hogy bemutassák a bajaiaknak, nyilatkozta híradónknak Nyirati Klára, aki csütörtökön látogatott el a házi orvosi rendelőbe. A polgármester elégedetten nyugtázta az eredményt. Mindig is el szoktam mondani, hogy az életvédelme a legfontosabb, tehát az egészség és a biztonság érzet. Ez az új rendelő, ez most gondoskodik arról, hogy aki ide betegként belép, az megfelelő ellátásban részesüljön, megfelelő körülmények között. Dr. Ábrahám György több mint 2200 beteget lát el a körzetében, a járvány miatt pedig a rendelés mellett hetente 60-70 személy oltását végzi, tudtuk meg látogatásunk során. A házi orvos a kivitelezők mellett a pályázatot elindító és a végrehajtó önkormányzat felé is köszönetét fejezte ki. Március 28-án vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órát, ekkor veszi kezdetét a nyári időszámítás. Uniós népszavazás volt 2018-ban arról, eltöröljék-e az óraátállítást. A döntő többség igennel szavazott. Az Európai Parlament ezután a tavaszi és őszi óraátállítás 2021-től kezdődő eltörlése mellett döntött. A dátumokról és az óraátállítás eltörlésének részleteiről az Európai Parlament és az EU tanácsa közösen dönt. A javaslattal kapcsolatban elfogadott tanácsi álláspont nincs, azt mostanáig a 2020-ban és 2021 első felében soros elnökségek egyike sem tárgyalta, írta az óraátállítás eltörléséről az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztálya. Vagyis nem történt még semmi ezügyben, így erősen kérdéses, idén születik-e döntés a kérdésben. Az egész Európában eddig egységesen alkalmazott óraállítási módszer alapja, hogy március 21-e és szeptember 21-e, azaz a tavaszi és őszi napi egyenlőség között a nappalok hosszabbak az éjszakánál. Minél inkább egybeesik a lakosság ébrenléti ideje, azaz nagyjából a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak a természetes nappali világosság idejével, annál kevesebbet kell a lámpákat használni.
Az alternatív időszámítást elsőként az Egyesült Államokban 1916-ban vezették be energiatakarékossági okok miatt. A vélemények ma már megoszlanak abban, hogy megtakaríthatunk-e energiát az óra átállítással. Március 27-én a színházi dolgozókat és a művészeket ünnepeljük. A világnapot 1961-ben hirdették ki, 4 évvel azután, hogy a Párizsban működő Nemzetek Színháza megnyitotta első évadát. A több mint fél évszázados ünnepnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színművészet és ezáltal a kultúra fontosságára. Hamlet, Lír király, Rómeó és Júlia. Csupán néhány a legismertebb drámai karakterek közül, akikkel a színházteremben találkozhat a közönség. Március 27-én világszerte azokat az embereket ünnepeljük, akik hozzájárulnak az előadások zavartalan működéséhez. A színpadra lépő művészektől kezdve a világosításért felelős technikusokig. A koronavírus járvány megjelenése miatt az elmúlt 1 évben a világ minden pontján bezártak a színházak. Ennek következtében a hivatásos színészek megélhetés, a közönség pedig élmény nélkül maradt. Baján is hónapokkal ezelőtt bezárt a kapuit a Városi Színházterem. Ez az időszak a nézőknek és a színjátszósoknak sem könnyű, mondta Ottmár Attila. A művészeti vezető kiemelte, sok társulat a digitális térben közvetíti a pandémia alatt az előadásokat, az online színház azonban nem adja vissza az eredeti élményt. Én is örültem annak, hogy láthattam, megnézhettem olyan előadásokat, amelyeket vagy nem láttam, vagy nem tudtam rá jegyet venni eddig, vagy érdekel, de nem jutottam el odáig, hogy megnézzem. De azért ez nem ugyanaz. Tehát más a televízió, más a filmművészet és más a színház. Itt arról van szó, hogy a közönség ott élőben részese is a történetnek, hiszen az energiák oda-vissza áramlanak a színpad és a nézőtér között. Ha bármelyik fél hiányzik, akkor nem valósulhat meg a színház teljes egészében. A bajai színjátszósok is több alkalommal lepték meg a közönséget egy-egy online tartalommal. A Magyar Kultúra Napja alkalmából például a Rábül Színpadi Zenei Közösség állított össze egy rövid műsort. Itt voltunk a színházteremben egy viszonylag hosszú felvételen, nagyon elfáradtunk, de mindannyian úgy jöttünk el, hogy hú, de legalább történt valami, legalább megmutattunk valamit. Én nem nagyon hiszek ezekben az online műsorokban, vagy nincs nagyon a kedvemre, őszintén szólva, de a Kultúra Napin kívül is csináltunk a közönségnek egy-két ilyen bejelentkezést, szavalat, hangulatkeltés, stb. Vannak nagyon jó visszajelzések és érdeklődések, érezzük a közönségen is, hogy lenne kedvük élőben találkozni, de azért ez sosem ugyanaz. Az 1960-as évek óta ünnepeljük márciusban a Színház Világnapját. A jeles dátum apropóján minden évben felkérnek egy elismert művészt, hogy ossza meg gondolatait a közönséggel és a világgal. 2021-ben Helen Mirren üzent a színház kedvelőknek. Rendkívül nehéz időszak köszöntött az előadó művészetekre. Rengeteg alkotó, technikus, színházi szakember küzd most egy olyan szakmában, amelyhez eleve hozzátartozik a bizonytalanság. Talán ez a mindig jelenlévő bizonytalanság még alkalmasabbá teszi őket arra, hogy bölcsességgel és bátorsággal vészeljék át a pandémiát. Képzelő erőjük már a megváltozott körülmények közt is megmutatkozott. Az internet segítségével újszerű, szórakoztató és megrendítő módokat találtak arra, hogy a közönséggel kapcsolatba lépjenek. Amióta létezünk ezen a bolygón, azóta mesélünk történeteket egymásnak. Gyönyörű színházi kultúránk is addig fog élni, amíg mi, emberek, a Földön vagyunk. Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők kreativitását nem lehet elfojtani. Az nem sokára ismét ki fog bontakozni, friss energiákat megmozgatva és újraértelmezve a világot, amin valamennyien osztozunk. Már alig várom. Helen Mirren. Jó hírt kaptak a magyar családok. Már jövő héten megérkezhetnek az érintettekhez az áprilisi szociális támogatások, ez több millió magyarnak jelenthet könnyebbséget húsvét előtt, jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter március 24-én tájékoztatta az állampolgárokat a közösségi oldalán, miszerint április helyett már márciusban megkezdődik a családtámogatások eljuttatása az érintettekhez.
A családi pótlékot, gyest, gyedet, valamint fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát március 30-án utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítés március 29-én kezdődik, áll a közleményben. Továbbá arról is biztosította a lakosságot, hogy a költségvetés maradéktalanul biztosítja az ehhez szükséges 32 milliárd forintos összeget. Sokakat elutasítottak a szolgáltatók az ingyenes internet igénylésnél. A kormány ezért most visszamenőlegesen is elérhetővé teszi a kedvezményt. A digitális oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók után kérhető támogatást az arra jogosultak továbbra is a szolgáltatónál kérhetik, a díjmentesség pedig a veszélyhelyzet végéig érvényes. A digitális munkarendben résztvevő diákok családjai, illetve pedagógusai, attól függően, hogy mióta érinti őket a digitális munkarend, mostantól tehát visszamenőleg is kérhetik a kedvezményt, amit a szolgáltató majd egy későbbi számlán ír jóvá számukra. Tehát például a már befizetett decemberi havidíjat a későbbi áprilisi számlán is jóvá lehet iratni, ha valaki korábban nem vette például igénybe a kedvezményt. Fontos változás még, hogy a jogosultságot elég egyetlen egyszer igazolni, az egészen addig érvényes lesz, amíg a jogszabályi feltételek és így az ingyenes internet kedvezménye fennállnak. A digitális oktatásban résztvevőknek továbbra is, ahogy eddig, a szolgáltató felé kell jelezniük, hogy igénylik az ingyenes szolgáltatást. A kedvezmény a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes, és egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni. Nagy népszerűségnek örvendett a 10 millió fa napokban záruló csemete programja. Baján 1300 darab fát és cserjét osztottak ki a helyiek között. Szombaton délelőtt pedig közös ültetésre várják az önkénteseket a város és Bácsbokot között fekvő Máté házapusztára. A 10 millió fa elnevezésű kezdeményezés 2019 nyarán indult, célja pedig a helyi közösségek mozgósítása volt. Baján tavaly márciusban ültették el az első facsemetéket a Rudnai utcai temetőkápolna parkjában. A bajai csoporthoz már az első hetekben több százan csatlakoztak. Az első közös megmozdulást még több követte a városban. A Pandur-szigetre például szürke nyárfákat ültettek az önkéntesek. Az utóbbi hónapokban az egyéni ültetések is felértékelődtek. Ehhez a szervezők a csemete programban több mint 1000 darab fát és cserjét osztottak szét a helyiek között. Csak is őshonos fafajokat állított össze a szakértői csoportunk, és ez alapján egy bő 20-as listából tudtak választani azok a magyarországi csoportok és képviselőik, akik szerettek volna ültetni. Itt vannak olyan, ezen a listán szerepeltek olyan fajok, amelyek kimondottan major határoló, magasra növő fajták, mint például a magaskőrű is, különböző nyárfajtái, és előnybe részesítette a bizottságunk azokat a fajokat, amelyek inkább cserjék, kisméretű fák, tehát magánkertekbe bekerülve kitöltik a teret, és teljes pompájukban tudnak fejlődni. Itt jött a lehetősége és jelentősége annak, hogy a lakosok bevonásával egyénileg kevés ültetésszámot megvalósítva, de mégis valami fajta partneri viszonyban maradva a fákat, a csemetéket, cseréket kiosztva tudjanak ültetni. A közösség már a következő nagy dobására készül. Március 27-én szombaton Máté házapuszta Bokodi út felüli határánál ültet majd a csapat. Az akció a csoport alaptevékenységére való tekintettel a vírushelyzetben is engedélyezett, így ahhoz bárki csatlakozhat a biztonsági szabályok betartásával. Máté házapuszta Baja közigazgatásához tartozó kis település, és a Bokodi úttól a 3 kilométeres szakasza a faluba bevezető út az, amelynek egy északi és déli részén 200-250 méter hosszon tudjuk pótolni a fákat. Ennek jelentősége az, hogy annyira erősen fújott a szél, és mezőgazdasági tevékenység folyik jobb és bal oldalán, az út két oldalán. Nagy szükség lenne arra, hogy az utat védje valami fajta fasor. Ez a szélerózió kivédésére is tökéletes, és ráadásul az a fajta, amelyet a Gement ZRT felajánlásából fogunk tudni most elültetni, tökéletesen megfelel ennek a célnak. Az ültetőket szombaton reggel 9 órakor várják Máté házapusztán, majd a gyülekező és a gyakorlati tanácsok után indul a munka. A terv szerint pedig a délelőtt alatt végeznének is az önkéntesek. A kesztyű és a maszk használata kötelező, illetve aki tud, a saját szerszámokkal érkezzen a helyszínre.
A labdajátékok kapják a főszerepet az elkövetkező hétvégén. Férfi kosárlabdázóink a fővárosban, míg a hölgyek hazai pályán szerepelnek. A Bajai Labdarúgó Klub felnőttjei kis szállásra utaznak, felnőtt kézilabdázóink pedig Nagyatádra látogatnak. Hétvégi előzetesünk következik. Idegenben lép pályára a Bajai Bácska FK NB1B csoportos felnőtt együttese. A Cservik Csaba vezette alakulat az elmúlt két találkozóján győzni tudott, így maga biztosan utazhat hétvégén a fővárosba. Goldringék a sereghajtó MTK Elite Basket vendégei lesznek szombat délután, ahol mindenképp a győzelem megszerzése a cél, hogy jó szájízzel zárhassák a meglehetősen rosszul végződő alapszakaszt. Természetesen oda is győzni megyünk, hogy megbizonyítsuk azt, hogy tényleg a többi mérkőzés az nem sokon múlott, igaz rajtunk nagy részbe, de megpróbáljuk győzelemmel zárni, hogy egy jó sorozatot, egy négyes sorozatba az alapszakasz lezárni. Győzni megyünk szerintem, és próbálunk majd úgy edzeni, hogy ezt hozni is tudjuk, és akkor egy jobb szájízzel tudunk majd ennek a szezonnak búcsút mondani. Női kosárlabdázóink ezúttal hazai környezetben szállnak harcba. Az ideiglenesen Nagy Pál Gábor által vezetett alakulat a Radó Basket együttesét látja vendégül vasárnap este. A csapat legutoljára egy szoros csatában vereséget szenvedett. Szőlősieknek most két hét állt rendelkezésükre, hogy kijavítsák a hibákat. A felnőtt csapatnak ugye lesz lehetősége arra, hogy két héten belül kicsit helyre rakjuk a taktikát, kielemezzük a problémákat, hogy mi miatt veszítünk el egy ilyen mérkőzést. Tehát itt egy kis időt nyerünk, és bízom benne, hogy a Radó Basketet itthon megverjük. Újabb rangadóvára Bajai KSE MB2-es férfi kézilabda csapatára Gágéza alakulata Nagyatádra utazik hétvégén. A bajaiak legutóbb a Holleru NFC vendégei voltak vasárnap, akkor szoros csatában alul maradtak a bajnok aspiráns együttes otthonában. Tovább nehezíti a csapat feladatát, hogy a kialakult helyzet miatt nem tudnak edzést tartani, így meglehetősen nehéz mérkőzés vár rájuk szombaton. Tulajdonképpen ez a harmadik hét, hogy nem tudunk edzeni. Ez a pandémia miatt most már okodon sem engedik az edzés lehetőséget, úgyhogy így tulajdonképpen csak esünk vissza a kondicionálisan álló képességben. Azt gondolom, hogy azért ezt a csapatot szeretném megverni, itthon magabiztosan megvertük őket, de egy fontos faktor lesz, hogy fogjuk bírni a mérkőzést az utolsó 10-15 percben. A Bajai Labdarúgó Klub felnőtt együttese is útra kell a napokban. Koch Tamás gárdája a kisújszállás vendége lesz szombat délután. A két csapat találkozott már az idei szezonban, akkor hazai pályán 8-1-es győzelmet arattak Jeszenszkijék, így ezúttal is a fölényes győzelem megszerzése a cél. Egy rövid összefoglaló következik a mai hírekből. Megújult környezetben. Egy pályázatnak köszönhetően korszerűbbé válhatott a Vasvári Pál utcai házi orvosi rendelő. Színházi világnap. Szombaton a színházi dolgozókat és a művészeket ünnepeljük. Zöld falat ültetnek. Közös munkával koronázza meg első évét a 10 millió fa bajai közössége. Kedves nézőink, e heti utolsó híradónkat láthatnánk itt a Bajai Televízióban. Nem sokára elmondjuk még, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállásának adatai is megjelennek a képernyőn. Friss összeállítással hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket. Én az adást összeállító kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszakára mindenütt kiderül az ég, ám szombaton hajnaltájt nyugat felől ismét fátyol felhők sodródhatnak fölénk. Csapadék nem lesz. Néhol megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap éjszak felől szakadozik az összefüggő felhőzet, ugyanakkor közép és magas szinten is érkeznek fölénk felhők. Nem valószínű számottevő csapadék, de főleg reggel, délelőtt helyenként még előfordulhat gyenge eső, zápor. Az északnyugati
északkeleti, majd délnyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 7, vasárnap délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.